Na mostanig bírtam. Igen, tudom, csak szivattalak egy picit. Sziasztok, mi vagyunk a Bagosi Brothers Company. Igen. Eláruljuk neki? Igen. Árul el? Nem. Mármint, hogy nem áruljuk el, hanem mondjad te. Na. Na. De nem na. Tudom, hogy pontosan mit akarnak. Az igazságot. Az igazságot. Mi most valami külföldi koncert? Nem, csak teljesen poénból mondtam be, hogy eláruljuk nekik, hogy ez egy tudod, feszültségkeltés. De... És aztán nem mondtak semmit. De mondjuk. De. Nem, hát az igaz, tényleg annyi, hogy hát... Tudtátok, hogy Laci tud olaszul? Biscotto e buono con cioccolato e latte interno. Ingredienti: zucchero, farina de frumento, burro di cacao, pasta di cacao, latte. No, így így. Nem, ez nem az. Na figyelj ide, gondolj velé, hogy milyen, amikor tenger nem fél színén vagy, ha nem az alján, benne vagy a felekén. Nem? Középén. Nem alús, nem felül. Milyen, amikor középén vagy. Középen vagy. Figyelj ide, gondolj velé valami jó. A nevem Norbi. Napszemüveges Norbi. És a következő előadó, akit szeretnénk felkonferálni, nem a Pával, rosszul halljátok. A sötét szobában, de mondjuk valami fákat vagy mókusokat nézegetve, ahol el lehet képzelni sokféle dolgot. Épp most árulod el a siker receptjét, vigyázz! Igen, nézzetek sok mókuszt a bokrok mögött, és hát... Legutóbb amúgy tábortűz volt, és a grillhúsok, amiket nézett, tudom, hogy pont akkor látszott Norbin, hogy ül a grillhez, csinálja és a húst, és katonát, hogy... Igen, látszott, hogy a gitár a kezébe, és mondom, hogy ne menjünk most oda zavarni, és akkor másnap jött is, hogy hú, írtam egy dalt. Hallgass meg. Egyébként most azért remegünk ennyire, mert lehet tudni, hogy ilyenkor a Bagosi Brothersnek a gyors számokat kezdik el játszani, akkor megmozdul az egész stúdió, reméljük ezután lassul jön, és csak egy kicsi nyugalom lesz. Igen, megvan. Na, szóval, készen álltok egy jó viccre? Skacok. Ez nagyon adja, komolyan. Kezdve. Vetélkedőt rendeztek a világ királynéinak. Ki a legerősebb köztük? Ez a kérdés. Hárman jutottak a döntőbe, mindegyiknek adtak egy diót, hogy törje össze. Az első a foga közé vette, s összeroppantotta. Rávésték a koronájára, a legerősebb fogú királyné. Ezt kapta ő. A második a markába fogta, s Recs már is összetörte, az ő koronájára azt vésték, hogy a legerősebb kezű királyné. És aztán a harmadik a combja közé rakta, és egy pillanat alatt összeroppantotta. Tanakodtak a bírák, mit írjanak a koronájára, s végül ezt a feliratot kapta. Isten óvja a királyt. Mondom, mint a Szűz Mária lenne, legalábbis így nevezik. Ja, ugye az. Parlangászok előszeretettel elnevezik a különböző hát ez a legjobb játék, ez is valami fura, nem? Valami igen, emberi túl. Igen, az 18 pluszos. Szóval a Szűz Máriánál tartunk egyelőre, ne haragudjál meg. Én ott van fölött. Ki érdélek népszerű zenekarról? Lehet egyáltalán ilyen kategóriát felállítani? Ti is olvastátok magatokról, nem? Lehet, persze. Ti egymás közül is így hívjuk. Tehát úgy mondjuk, hogy jól halad a szekér szerep. Laci, hozzá egy tejet, ha jössz haza, írt a Barbie. Kicsirán, de itt van ilyen nagyon menő, ilyen Star Wars-osat rendeltem, ez így néz neki, így. Hogy van fordítva? Na mindegy. Sziasztok, Bagosi Laci vagyok, a Bagosi Brothers Company frontembere. Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, és ez itt a... Csak el! Bejelentem, hogy mi az, amit a színpadon iszom. Fröccs. Énekelsz-e valamit? Semmit van ide, amúgy a... Köszönöm. De neki jó hangja van. Együtt valamit. Együtt, tényleg, együtt valamit.
Nem tudom. És azt tudsz egy olyant, hogy nem tudom, szereted azt a számot, hogy ha te tudnád, amit én, ha te tudnád, amit én. Na, nekem nincsen jó hangom. Nem, de csak is hárman. Hárman énekeljünk egyet. Így, ahogy a csíkiak szoktak, így összelekezve. Beszámolsz, Levi? Igen. Nem. Egy-két hajt. Ha te tudnád, amit én, kibabája vagyok én. Te is írnál, nem csak én, kasár vasábbá, mint én. Olvastam egy újságcikknek a címlapjában, hogy a pálinka nem segít a koronavíruson. Cáfolni szeretném, egyértelműen. Tehát a pálinka mindenre jó. Egyértelműen nem gyógyszer, de amit tudunk, hogy ártani biztos, hogy nem árt. Ha csak nem a... Ugye olyat is olvastunk, hogy valaki túlzásba vitte a kékszeszt, nem arról beszéltünk, hanem a jó minőségű finom házi pálinkáról. Úgyhogy egészségünkre, skacok. Who's that sexy thing I see over there? That's me. Éppen ugrálunk a TV képernyőt bámulva. Tegyétek ti is ezt. Szevasztok! Megjött Zsombi. Most látom, hogy itt van Zsombi. A zenekarunk király harmonikása. Ja igen, Zsombi, mivel ha te konferáltál fel, akkor engedd meg. Minden meg lesz. Ez az utolsó volt, ennél többet nem szabad így akár. Viszont, ha nem lesz sámol se. Lehet lazulni is kicsit. Telefonkültem, mint Angliában, nézd csak zöldök. Hogy az idő, hogy szemtelen a távolból. Szállj el tőle. Home. Amikor önmagam vagyok az Instagram szuperzoom. Engem is zsombor, engem is. A hegyek a tá... Sziasztok! Sziasztok, Bagosi Laci vagyok. Nem jó, mert megigazítottam magam. Pillanatja, megigazítom a fokámat. Na, mondjad! Sziasztok! Bagosi Laci vagyok a Bagosi Brothers Company-ból. Mi az? Ezt nem indítod el újra! Megyek! És szeretnék én is kocintani veletek. Úgyhogy itt is van ez a tuti, nem aqua natura ásványvíz, hanem nagyon finom dolog van benne. Szerintem mindenki tudja, miről beszélgetek. Egészségünkre. Köszönöm szépen. Room service. Mit hozott? Az pálinkácska, ott maradnak a konyhába. De most hagyom, hogy legyen, most egyelőre pihen a gépzbe, most büdösödik, az a lényeg, ez egy ilyen büdös dunst. Aztán mikor leveszem, akkor besprézzük. Egyszer megmosom, aztán besprézzük, ugye most... Nem,
Nem úgy van, hogy a jó illattal a rosszat lehet leplezni, egyszer tisztálkodni kell, és aztán kezd a háttérbe röhögni. A kezeket a magasba. Halkíts le a rigót, léci. Hát ez hatalmas. Én meg visszakérdezem, Norbikám, levágattatnád-e te a szakálladat a barátnőddel? Na, ez milyen kérdés? Jogos kérdés. Az van, hogy van egy Borbé barátom, Nagy Botikának hívják, és az ő javaslatára és egy másik barátom, Baravácsova javaslatára vettem egy nagyon menő ilyen hajnyírógépet, amit használnak elvileg a Borbéok is szakállat igazítatni. Úgyhogy beszereztem egy olyat, és kísérletezek vele minden harmadik nap. Ebből is lett az ilyen, nem tudom, Bajusz Marcis próbálkozás. És úgyhogy lehet, hogy rá bíznám, nem vagyok biztos benne, de inkább magamnak csinálom, maradjunk annyiban. És vigyázzatok a hajaitokra, mert ez a férfi szexepije is lehetne. Vigyázzatok a hajaitokra, mert ez fog történni vele, hogyha a párotok kezébe kerül. És ez amúgy mind a kettőnknek ilyen, ilyen páros fodrászatos megoldást, mind a ketten ilyen megoldást választottunk. Ajjaj, igen, Liza. Mit jelent ez az ajjaj? Az egy nagy szuper volt. Srácok, itt emelünk Bagosi László és Bagosi Norbert. Szervusztok! Ismét. Igen, ti sosem tudtok hibázni? De, biztosan. Hát ugye... Hogyha kell, a lejár, ott a szíved, ott a szár. Mert szerintem úgy néz ki, hogy jobban tudjátok mindig, jó? Megpróbáljuk így. Akkor újra kezdjük, az a lényeg, hogy én tartom a tempót, ti énekeltek. Benne vagyunk? Van, érzi a közönség, és ez kicsit ilyen viccesre lett, tehát van azért meg, inkább megmosolyogtató. Ez fiúcsapatos egy kicsit. Igen, egy kicsit boybandes lett, és, így, és ki is elemezték, van egy ilyen közös rajongói csoportunk, amiben mi is aktívan részt veszünk, és a rajongók is, és ott ki is elemezték képkockáról képkockára, hogy mikor mi történik, és ezeket a... Csináltak vicces gifeket belőle, úgyhogy újra lehet nézni, ahogy megharapjuk a szájunk szélét, meg mindent. Sziasztok. Anya! Csendes rendben! Sziasztok, Bagosi Laci vagyok, a Bagosi Brothers Company. Ez miért lökült? Mert csak észrevettem, hogy az elején véletlen, hogy előre döntem, megértelek. És akkor már rájátszottam. Ez szuper, le. Mindenkinek tetszik, hogy láttad. Gyere, de Nórika. Itt vagyunk. És itt vagyunk mind. Közben úgy lesz. Voltam ugye véletlen. Igen? Hát ez véletlen leesett. Nézzük, hogy a földön ott van. Nem más, mint a Bagosi Brothers Company-nek az Olyan Ő című száma. Nézd ez az érzés, más ugye... Nézd ez az érzés, más ugye te is akarod. Ez a rendpontás most olyan érez, hogy egy élet kevés lenne rá. Van bennem egy kis ilyen lokálpatrióta büszkeség is, hiszen ők is erdélyek, igaz, gyergyóiak. Vicc, bocsánat, csak vicc volt, Gyergyó, szuperhely. A Vakita kék című szám különösen közel áll hozzám, mert elhangzik benne az a sor, hogy szalad a szomszéd néni. Hát nyilván nem rám gondoltak, de én szeretem elképzelni, hogy mégis. Szalad a szomszéd néni. Mici, mit teszel? Háva. Bagusék, mi a számot írtak róla? Róla? Mi a francot írtak róla? Róla mit lát jót írni? Meg, keresd meg a YouTube-on. Hogy írjam mi? Bagusi Y-nal. Bagusi. Rekálá. Szedd a teret, hallja.
Elvisznek, elvisznek! Messze maradott, tudva, csak nem tudom, hogy ki akar nekem udvarolni. Elvisznek, elvisznek! Hát nem azt én... Hát tényleg áll rólad itt a kert. Hát mert a szöveget kikarassik. Nem arra. Fus, 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 fus! Ez én leszek, ha megkapom a diplomámat. Mennyi, Bigyu, mennyi? Mennyi, Bigyuka, nem arra, nem arra! Nem arra már! Jézusom! Csak én fogom tudni, hogy hova fogok futni. A kocsmába, maszki. A kocsmába. Nem jó felé fut! Megkapta. Na, menjél ügyesen! Jó éjszakát! Gyerekek, egy család vagyunk, ugye? Ezt tudjátok, mit jelent. Kellemetlen lesz, rakjuk el a telefonokat, és maradjunk közt. Hát ez így a szép. Na ide figyelj! Azt mondják a híradóból, köszönöm én is nektek. Köszönjük szépen a Bagosi Brothersnek. Jó. Sanyikának. Jól látni, jól látni titeket. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Villanyszámlát ti fizetitek. Kicsit sokba került. És akkor... Nagyon jó éjszakát! Szevasztok! Áratok, nem tudok kilépni. Tudjátok, hogy kell? Azt mondja, hogy... Megnyomom a nagy gombot. Nem? Nem ez? Finish! Itt a finish! Jó, meg vagyok! Köszönöm szépen még egyszer! Szevasztok! Maradjon, és jó lesz már! Szóval velünk maradtok mindig. Nálam is szeretettek nektek. Köszönjük, hogy vagytok nekünk. És hogy szoktam volna nézni, biztosan tudjátok. 50, 100, 150 éve. Közösen nekünk. Én mindenképp piszok ma este valami finomat. Ünnepelni fogunk, tegyétek ti is ezt. Köszönjük szépen.